A Bondár Gábor Jótékonysági Alapítvány többek között kárpátaljai tehetséges magyar gyerekeknek a gondozásával is foglalkozik, sok minden más mellett, és néhány éve született az az ötlet, hogy mi lenne, hogyha azzal segítenénk a fiataljainkat, igazodva a kor mostani követelményeihez is, hogy a digitális térben próbáljuk a tehetségeket megtalálni, és őket jobban kibontakoztatni ebben tehetségükben. Én informatikát tanítok a Munkácsi Középiskolában, és mint tanár is azt tapasztaltam, hogy eszközhiány miatt, az itteni ukrajnai oktatási állapotok és iskolák felszereltsége miatt nem igazán tudnak korszerű dolgokkal foglalkozni a diákok. És kitaláltuk azt a programot, amivel a magyar iskolák tehetséges diákjainak a digitális fejlesztését tudnánk esetleg haszonnal segíteni. Ezzel az ötletünkkel megkerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát. Következő pályázati kiírásban sikerült pénzforráshoz juttunk a Nemzeti Tehetségprogram keretén belül, aminek köszönhetően Kárpátalja három magyar középiskoláját, a Zungvári Dajka Gábor, az Aknasz Latinai Bújja János és a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc középiskolákat felszereltük vadonatúj informatikai teremmel, tehát diágépek, szerver, tanárgép, illetve kiegészülve a Beregszászi főiskola mellett működő kolleggyel. Ezt a négy intézményt média csomaggal is felszereltük, kamera, állvány, mikrofonok, diktofon, azzal a céllal, hogy ne csak az informatikai tanórákon tanultakat használják a diákjaink, hanem a kreativitásukat is segítsük azzal, hogy digitális tehetségműhelyeket hozatunk létre ezeknek az iskoláknak a bázisán, és ezekben az iskolákban a diákok iskolai oktatási idő után tudnak a honlapfejlesztéssel, kiadványszerkesztéssel, videózással, filmezéssel, rádiózással, meg egyéb kreatív dologgal foglalkozni kis csoportokban. És ez a program, amikor megvalósult ebben a négy oktatási intézményben, azt a visszajelzést kaptuk, hogy ez nagyon sikeres program, diákok nagyon szeretik az ilyen kreatív dolgokat, tehetségek lesznek felfedezve az iskolákban, és amellett, hogy az eszközök is nagyon korszerűek, így nagyon jól tudják ezt a fajta tehetséggondozást ezekben az iskolákban elvégezni. Az, hogy mely kárpátaljai magyar iskolák kerüljenek ilyen fejlesztésre, abban a Génius Jótékonysági Alapítvány segített, mert velük együttműködve, velük konzultálva kerültek kialakításra ezek az iskola listák. Olyan iskolákban telepítettünk ilyen eszközöket, amelyek a Génius programban a bázis iskolákat alkotják, tehát Génius tehetségpont iskolák. És minthogy sikeres ez a program, újra lehetőségünk nyílt még egy pályázatot nyerni, aminek köszönhetően a Mezőváriban, illetve a Nagydobronyi középiskolában egy ilyen csomag került beszerelésre és átadásra.